Az idén nyár a strandolóknak kedvez, ugyanis a nagy melegekben többen látogatnak el inkább fürdőkbe, strandokba. Tombol a nyári kánikula hetek óta, ami azért szerencsére a látogató számainkon is meglátszódik. Idén júliusban több mint 37 ezer vendéget köszönthetünk itt a Kecskeméti fürdőben, viszont hozzá kell tennem, hogy azért ez a 2019-es szezontól még messze elmaradt sajnos. Székely Lilla elmondta, közel 2000 fővel jöttek kevesebben a két évvel ezelőtti időszakhoz képest. A strand részénél azonban nem észrevehető nagy különbség. Az élménymedencéket keresik legjobban a vendégek. Ráadásul augusztus 13-án pénteken éjszakai fürdőzést szerveznek a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdaparkban. Bízunk benne, hogy az időjárás jó lesz, kellemes meleg nyári idő lesz, és akkor a strand biztosít majd helyszínt, viszont ha esetleg az időjárás elromlik, akkor sem kell pánikba esni, mert a rendezvényt átköltöztetjük ide a fedett szomszédos Kecskeméti fürdőbe. Hétvégente pedig folyamatosak az animátor programok. A strand várhatóan augusztus utolsó vasárnapjaig lesz nyitva, így érdemes még addig ellátogatni.